Egy védőruha fogadja a látogatót a Pécsi Nick Galériában. Ez az egyetem kutatóközpontjából került ide. A falakon azonban egy világhírű tudós, többek között a Covid-dal is foglalkozó munkái. A hálózatkutató Baramási Albert László és a laboratóriumának tudományos munkái átfordítva műalkotásokba. Röviden talán így jellemezhető a kiállítás anyaga. Amit itt látunk, az egy válogatás a Baramási Lab elmúlt 25 év munkáiból. Azok a munkák kerültek ide, amely kimondottan a vírushoz kapcsolódnak, a vírus terjedésével, a vírussal kapcsolódó orvosságokhoz. Ezek olyan témák, amelyet a laborban mi évek óta kutatunk. Nagyon aktuálissá váltak ezek a Covid során, de ez megelőzte ez a kutatás a Covidot. És nem csak, hogy kutatjuk, hanem megjelentetjük ezeket a folyamatokat egy olyan formátumban, amelyik alkalmas egyébként egy galériában is, vagy egy múzeumban. És a Készman József a kurátor, a Dudik Múzeum kurátora ezeket a munkákat válogatta össze. A mai a művészetnek a szerepe az, hogy megértesse azokat a folyamatokat, amelyek befolyásolják az életünket, és manapság egyre inkább adatok, házatok befolyásolják az életünket. És ezért a művészetnek igenis feladata az, hogy ezeket az adatokat a saját eszköztárával közel hozza hozzánk. Mi ehhez a folyamathoz szeretünk. És szerintem ez a kiállítás pont erről szól. Mi leginkább a közösség azt ismeri, a kutatásokat ismeri, vagyis mi tényleg kutatóként közelítjük meg ezeket. Miért tesszük ezt? Azért, mert a világhálózat alapon építkezik. A sejtnek a működését egy sejtháló határozza meg, a társadalmi működését egy társadalmi ismeretségi háló, üzleti háló határozza meg. Az agyunknak az egész működését az lényegében egy neuronháló határozza meg. A házat emelt arra ad eszköz, hogy ezeket a hálókat föltérképezzük, matematikailag legírjuk, és a viselkedésüket ezen eszközök segítségével megjósoljuk. És hát ez az, amit a laborom csinál nap mint nap, meg az egész intézetünk, és ennek viszont van egy olyan vetülete a megismerésnek, hogy lényegében meg is kell jelentessük ezeket a folyamatokat, és ez az én személyes útvonalam, hogy ezeket szeretem megjelentetni, hogy szeretek koncentrálni, hogy hogyan néznek ki ezek a folyamatok, és milyen műszeti eszközöket lehet használni, hogy közel hozzuk őket hozzánk. Mondjuk azt, hogy esztétikailag a kortárs művészetben nagyon is belefér ez a forma, amit mi csinálunk, és hogy igenis ez kettős tartalommal rendelkeznek egy esztétikai tartalommal, amit végében a szemünkön keresztül látunk, de hogyha hajlandók vagyunk belefektetni az időt, akkor van egy mélyebb tartalom mögötte, és pedig lenne az, hogy mit jelentenek ezek a hálók. Én szerintem egy igazi megismerés ezeknek a munkáknak azt jelenti, hogy mind a két oldalában elmérünk. Foglalkoznak agykutatással, illetve az agyi neuronhálózat feltérképezésével, de az élelmiszerfogyasztás és az egészség kérdésével is, hiszen az ennivalóval sok millió molekulát viszünk be a szervezetünkbe, így fontos kideríteni, hogyan működnek ezek a testünkben. De visszatérve a kiállításhoz, kivételes, hogy Pécsre sikerült elhozni ezt a tárlatot. Barabási Albert László, aki egyébként a világ egyik leghíresebb hálózatkutatója, ő a pályáját, illetve fiatal korát azzal kezdte, hogy szobrásznak készült. Rendkívül sok időt töltött műtermekbe, majd fiatal korában, amikor már fizikusként egyetemi tanár volt, élve azzal a joggal, hogy bármilyen kurzust ingyen felvehet, így a művészeti tanulmányait be is fejezte. De mégis megmaradt a kutatói pályán, hálózatkutató lett, mint ahogy ezt az előbb említettem, és ami ebben a kiállításban az igazán izgalmas dolog, hogy egy olyan tudományos eredmény, ami ebből a laborból származik, azt itt én nem vagyok erre felhatalmazva és felkészülve sem, hogy az akadémiai szinten én ezt a tudományos oldalát elmondjam. Viszont ami ebben igazán kuriózum egy galéria számára, hogy egy tudós ember, tehát az akadémia világa, az átmegy a képzőművészetnek a világába, és ott is megvalósítja önmagát. Tehát azok a tárgyak, amit itt szinte műtárgyként lehet látni, azok elképesztő mennyiségű adat halmaznak a vizualizált adatszobrai például.
Én erre nagyon büszke vagyok, pláne azért vagyok büszke, mert én ezt a galériát, a program oldalát, tehát a művészeti oldalát 14 hónapja gondozom, tehát azt a kiállítássort, ami ebben van, az, annak én vagyok a kurátora. De ez a galéria civilekből áll, tehát nagyon-nagyon sok segítő van mellettem, hisz forráshiányosan kell ezeket a munkákat, hogy ezt a jelenséget előállítani. De azért arról pár szót, hogy hogyan született ez a kiállítás, igazándiból nem tudom. A Covid is segített ebben a dologban. A Ludwig Múzeumban bezárták a kiállítást. Arról a kiállításról volt információ és élmény. Én ismerem a kurátorát a Ludwig kiállításnak, és felhívtam. Egy ilyen vákum pillanat volt, mindenki leült, ráírt gondolkodni. Fölhívtam a Készmai Józsefet, hogy Józsi, ez izgalmas, nem lehetne lehozni Pécsre? És annyit mondott, hogy hát jön le, figyelj ide, beszéljetek. Találkoztunk Pécset, megnéztük a Modern Magyar Képtárban az elmúlt idők legikonikusabb kiállítását, az Ománc kiállítást, ami a legpécsibb kiállítás volt mostanában. Megnézte a villányi szobor, megnézte a villányi szoborparkot, ittunk egy kávét, beszélgettünk, még közös hátterünk is kiderült, mert a világ kicsi. Ő Romániában született, az édesapja Gyergyószárhegyen nagyon sok időt töltött. Én Gyergyószárhegyen csináltam egy szobrot 2004-ben, nem tudom, talán itt is a hálózatnak a rejtett pontjai, a kötés megtörtént, és innétől kezdve elindult egy kommunikáció, és nem mondom azt, hogy könnyen. Tehát nem az volt a nehéz, hogy ezt ide kell hozni. Az volt a nehéz, hogy ezt hogy tudjuk mi megoldani. Végül sikerült. Barabási egyébként az Egyesült Államokban kutat, intézetet vezet, illetve tanít több helyen, a Harvard Egyetemen is. A fizikus végzettségű akadémikusnak a komplex hálózatok elméletének területén elért eredményei meghatározóak ezen a tudomány területen.